coming down that railroad track. Hey, look yonder, coming down that railroad track. Well, it's the Orange Blossom Special, bringing my baby back. Well, I'm going down to Florida and get some sand in my shoes. Or maybe California and get some sand in my shoes. I write the Orange Blossom Special to lose these New York blues. Und sie kennt einen Kummer,
head in the red wine. Left the lamp and drove to another town. Spent the night in a $10 mansion. He woke me the next morning and cried. He asked me to forget about the things we did. Said you had no cause to be with me.
Sok szeretettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink! Engedjék meg, hogy mielőtt ismertetném mai programunkat, informáljon falunk lakosságát, milyen adókat foghatnak televízióikon. A VHS 2-es csatornán a 101, a 3-ason a Sky One angol nyelvű adás, a 4-esen a 103, az 5-ösen a Springsport, a 6-ason az MTV angol zenei csatorna, a 7-esen a Magyar TV 2, a 8-ason a Prohét, a 9-esen a Falu TV, a 10-esen a Tele 5, a 11-esen az RTL Plus, és a 12-esen a Magyar TV 1-es program látható. Most pedig ismertetném mai programunkat. Műsorunk első részében egy kis időre még visszatekintünk a búcsúkor történtekre, mely időhiányából az előző adásunkból kimaradt. Ezt követően tudósítunk a május 1-i ébresztőről és a májfájítás hagyományáról. Orgonacsokorral köszöntjük az édesanyákat. Ezután tudósítást láthatnak arról az előadásról, melyet Zombori Oszló Csillagás tartott az általános iskolában az univerzumtól a Kárpát-medencéig. Továbbiakban bemutatjuk a 101-nek Taljánban készült riportját. Ezt követő műsorszámunkkal a sportrajongók kedvében szeretnénk járni, mikor is tudósítunk a Tarján-Dunaújváros kézilabda mérkőzésről. Műsorunk utolsó részében pedig hírt adunk a tűzoltó versenyen történtekről. Mielőtt műsorunkat megkezdjük, engedjék meg, hogy a tarjáni polgármesteri hivatal egy felhívását közé tegyük. Figyelem! Tarján község képviselőtestülete 1991. május 26-án 10 órakor nyilvános árveréstől árverésre kerülnek a Rákóczi 23 szám alatti ház bontásából származó építési anyagok. Minden érdeklődőt szeretettel várom. Liebe Zuschauer, grüße Gott wohle benannt. In den nächsten Stunden kannst du das folgende Programm sehen. Im ersten Teil gibt es einen Rückblick von der Stauffenberger Geist und über den Kirchhof, welches Volksmoll, welcher der Zeitmangel ausgeblieben ist. Danach kommt vom 1. Mai der musikalische Aufmarsch und das Maibaumstellen. Zum Muttertag werden die Mutter und die Ahnen mit einem hohen Strauß begrüßt. Ein Sternkucker, ein gewisser Otto Sombori, hat für die Schulkinder einen Vortrag gehalten, davon werden ein paar Hüttel gesagt. Dann kann die Aufnahmen über Tarján sehen, wo der deutsche TV der Sat 1 aufgenommen hat. Danach gibt es etwas über die Sportler, und zuletzt von den Feierwerken in den Wettbewerb, was am 1. Mai in Tottenham stattgefunden hat. Und noch was. Es wird dann jeden Kund gemacht, am 26. Mai, Vormittag um 2 Uhr, wird auf der Rákóczistraße Nummer 23 von dem Dampfmannischen Haus verschiedene Baumaterialien verlizitiert. Jemand, der völlig kaufen will, kann sie am 26. Mai am Ort melden. Liebe Zuschauer! Most pedig megkezdjük műsorunkat, kérjük tekintjük meg első műsorszámunkat, melynek címe, ami Stauffenbergi programból kimaradt. Minden kedves nézőnknek jó szórakozást kívánunk! A tarjáni baráti kör nevében Mikonya József kíván szól. Mérjük álmodunk erre! Da unsere Partnerschaft zwischen Tarján und Stauffenberg offiziell auch befestigt wird, wird es in Zukunft entscheiden, ob dieses Bündnis standhaft sein wird oder nicht. Wie es im Leben auch üblich ist, nach dem Hochzeitsfest kommen die grauen Werktage. Was hoffen wir Tarjaner von dieser Partnerschaft? Ich meine vor allem, unsere deutsche Identität wird sich dadurch verstärken, denn man hat uns nicht nur Haus und Hof enteignet, sondern das schönste Erbe unserer Ahnen, die Muttersprache, hat man uns auch beraubt. Ein neues Haus hat sich der Nieder verschafft,
verlorene Identität, die verlernte Muttersprache zurückzugewinnen, müsste man noch mehr tun. Das Schicksal der Ungarndeutschen ist Ihnen ja wohl bekannt. Darüber will ich keine Klagestunde haben. In den Nachkriegsjahren mussten wir Deutschen in aller Welt, ob man an den Geschehnissen Anteil hatte oder nicht, die Schuld gemeinsam tragen. Mittlerweile hat sich es herausgestellt, dass das deutsche Volk mit der Nazi-Ideologie nicht identisch war. Nach 12 Jahren Diktatur und schweren Kriegsjahren hatte die Bundesrepublik Deutschland eine Gesellschaft für den Frieden, für Völkerfreundschaft und vor allem die demokratischen Rechte für seine Staatsbürger zustande gebracht. Vor einem Jahr hatte man in Ungarn die Demokratie verkündet. Leider, die Verwirklichung geht nicht so leicht. Dafür haben wir noch viel zu tun. Nach 40 Jahren Diktatur eine demokratische Gesellschaft zustande bringen, das ist eine schwere Aufgabe. Hoffentlich werden wir es schaffen. Die Mauer im Herzen Europas hatte man abgerissen. Aber wie es Herr Bundeskanzler Helmut Kohl unter anderem sagte, die Mauern in manchen Köpfen stehen noch fest. Zurück zu der Partnerschaft. Ich hoffe, dass diese Freundschaft für uns beiden fruchtbringend sein wird, dass wir uns näher kennenlernen werden. Sie werden es erfahren, obwohl Ungarn ein kleines, aber ein sehr interessantes Land ist, mit vielen Sehenswürdigkeiten. Besonders mit der Kunst Ungarns, Literatur, Musik, Volkskunst bekannt zu machen, würde ich Ihnen empfehlen. Auch die Geschichte Ungarns ist sehr lehrreich. Wir Deutschen leben zurzeit mit den Ungarn im besten Eintracht. Das beweisen auch die vielen Missehen. Man hat hier in Eintracht keine Vorurteile mehr. Die Bundesrepublik Deutschland hatte uns in den letzten Jahren sehr viel materielle und auch moralische Hilfe geleistet. Die greifbarste Spende ist die Satellitenantenne, dadurch 4 deutschsprachige Fernsehkanäle erreichbar sind. Das bedeutet eine große Hilfe für uns. Außerdem, dass sich dadurch unsere spärliche Wortschatz erweitert, sind jene, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, geneigt, an deutschen Sprachkursen teilzunehmen, dass sie auch diese Programme genießen können. Es gibt noch viele Möglichkeiten, wie man durch die Partnerschaft ausnutzen könne. Bei uns ist die Wirtschaft wie auch die politische Lage vorläufig noch unübersichtlich. Manche Leute tun es mit Absicht, man versucht im Trüben zu fischen. Den größten Fehler sehe ich in der Unorganisiertheit. Die linke Hand weiß oft nicht, was die rechte tut. Diesbezüglich hoffen wir mit Ihnen, sehr geehrte Gäste, eine geistige Zusammenarbeit. Hinter dem Wohlstand Deutschlands steckt viel Mühe, das ist uns allen klar. Um unsere Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, scheuen wir keine Mühe. Man müsste für uns nur die Freiheit, Demokratie für die Zukunft garantieren. Ich hatte das Glück, das Dritte Reich nach dem Zusammenbruch zu sehen, auch in das Leben der ehemaligen DDR hineinzublicken, hatte ich die Möglichkeit. Dann war ich vor 2 Jahren bei Ihnen in Stauffenberg. Summa summarum, ich bin davon überzeugt, wo die Menschen in Freiheit leben, verdoppeln sich ihre Kräfte. Wir hoffen, dass Ungarnland seine Souveränität in kurzer Zeit zurückgewinnen wird und das Bewusstsein, dass wir frei sind, auch unseren Optimismus verstärken wird. Ich schließe meine Gedanken mit der Hoffnung, dass unsere Partnerschaft zwischen Dorian und Stauffenberg auch die Völker in beiden Ländern näher bringen wird. Dass nach den abgestürzten Mauern die politischen Grenzen auch verschwinden werden. Zum Schluss wünsche ich Ihnen, sehr geehrte Gäste, guten Aufenthalt und alles Gute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Stauffenberger, es ist eine hohe Ehre für mich,
szívesen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich recht gerührt bin. Ich kenne ja beide Hymnen gesungen, die deutsche und die ungarische. Beide sind sehr schöne Hymnen, glaube ich. Und ich denke, vor ein paar Jahren wäre das hier in Florian so gut wie unglücklich gewesen. Seien wir glücklich, dass es heute so weit ist. Ich bin aber auch gerührt durch die Tatsache, dass wir, die Ungarn-Deutschen, deren Vorfahren vor 250 bis 300 Jahren hierher gekommen sind und lange Jahrhunderte hindurch so gut wie keine Kontakte zum Mutterland hatten, dass wir also jetzt auch durch die Partnerschaften wieder einander entdeckt und wieder zueinander gefunden haben. Möge die Verschwisterung auch in diesem Sinne weiter gedeihen und mögen in diese Verschwisterung auch die hier mitlebenden Ungarn und Angehörige anderer Minderheiten mit einbezogen werden. Ich habe gehört, dass der Bräutigam hier vor allem gefeiert hat, die Schroffenberger, und sie hatten ein gutes Auge. Ich kenne Dorian, ich kenne die Braut hier, und ich glaube, es ist nicht nur eine hübsche, eine stramme, eine frische Frau, sondern auch wie wir das auch von den Worten von der Nicola gehört haben, die so manch schwere Jahre, Zeiten überlebt hat und sicherlich auch fest mit beiden Beinen auf dem Boden steht und auch für die Zukunft noch manches zu tun kann. Und es ist sicher nicht von ungefähr, dass das jetzt gleich eine Liebe auf den ersten Blick gewesen ist. Demnach werden die Stauffenberger des Kleinjahres in nichts nachsehen. Ich habe hier auch gehört, dass es in den Ehen auch schwere Tage geben kann. Wir als Ältere, die schon lange verheiratet sind, wissen das. Dass es auch schwere Tage und Wochen oder auch Monate gibt. Ich wünsche Ihnen also auch, dass Sie auch diese schweren Tage gut überstehen können und nicht gleich an das Scheiden denken. Schließlich möchte ich mich recht herzlich bedanken für die freundliche Einladung. Und Sie haben hier alles betont, dass Sie einen Beitrag leisten zum Bau des Hauses für Europa. Ich fühle mich heute hier nicht nur vor dem Trauertag, vor dem Standesamt, sondern, und ich will da nicht übertreiben, wirklich in Europa. Ich glaube, wir sind heute hier in Dalian, in diesem Kulturhaus in Europa. Und ich glaube, wir sollten alles dafür tun, dass hier in diesem vielgezählten Haus Völker Gruppen, darunter auch die Ungarn-Deutschen, in Frieden gedeihen können. Wir, der Verband der Ungarn-Deutschen, können versprechen, dass wir Ihnen bei diesem großen Vorhaben helfen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich möchte dem Bräutigam vor allem, aber auch der Braut, ein kleines Geschenk überreichen, obwohl ich gehört habe, dass Sie sich schon gut kennen. Ich habe jeweils drei Bücher mitgebracht. Ich glaube, die werden zum weiteren Kennenlernen noch beitragen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Szeretettel megköszönöm Hambó Géza úr felszólalását. A következő felszólaló dr. Fajt Tamás országgyűlési képviselő, őt követi dr. Kovács György Zoltán. Szeretném, mint eddig elhangzott.
Es ist sehr irrend, etwas noch dazu sagen, was Sie alles heute da gehört haben. Nur, ich möchte aber ganz kurz doch beitragen. A politika olyan, mint az élet, az erőre borul jön, borul az erő, ez különösen igaz ezen a héten Tarjánra. A politik ist so wie das Leben, auch Regenfolg, Sonnenschein, und das ist überhaupt jetzt sehr aktuell. A parlament többünk minden előfeszítése ellenére hiszen olyan törvényt fogadott el, amelyben kizárta a magyarországi németeket a kárpótlásból. Wir haben leider im Parlament so ein Gesetz in der vorigen Woche bringen müssen, dass die Ungarndeutschen von der Entschädigung ausschließt. És akkor mi homályos ígéret van arra, hogy ebből egy tervénk is lesz valami. Vielleicht wird doch irgendetwas schade aus, aber dazu haben wir nur Versprüche. Hát ennek ellenére mégis ünnep van a Tarjánban, ünneplik ezt a nagyon fontos aláírást. Aber heute haben wir Thank you.
Thank you.
Sag das so, das ohne mich.
Kedves nézőink, most nézzük meg együtt a május elsői ébresztőt és a faluban ezen a napon felállított májfákat. Liebe Zuschauer, wir schauen uns gemeinsam an, den Aufmaß am 1. Mai und einige Maibaum, die bevor genug gestellt haben wurden. Jó reggel, Tarján, jó reggel, Tarjániak! Május 1-én reggel ismét egy szép hagyománynak lehettünk szem és fültanúi, mikor is zenekaraink közül a Tarján Sramli és a Schneider zenekar ébresztette szép muzsikával falunk lakosságát. Thank you.
Következő műsorunkkal az édesanyákat köszöntjük. Liebe Zuschauer, im folgenden Programm werden die Mutter und die Arme begrüßt. Annak egy virágom, azt ne kerülöm, jó? Én úgy hívom, hogy gondolj rám, virág. Kedves nézőim, hirdetmény következik. Talján község képviselőtestülete 1991. május 26-án 10 órakor nyilvános árverést tart. Árverésre kerülnek a Rákóczi út 23-as szám alatti ház bontásából származó építési anyagok. Minden érdeklődő sok szeretettel várunk. Jóban óvrist, hiány lévilájat. Az védelményed kunkmók am 26. Mai vormittag 2 Uhr wird auf der Rakotistrosen Nummer 23 von dem Dampfmannischen Haus verschiedene Baumaterialien selektiert. Jemand natürlich kaufen will, kann sie am 26. Mai am Ort melden.
Kedves nézőim, most pedig a csillagok világába kalauzol bennünket Zombori Ottó csillagát. Liebe Zuschauer, jetzt kriegt man klar mal einen Blick über die Sterne, die er über uns am Himmel sah. Május 7-én délután Zombori Ottó, a budapesti Uránia csillagvizsgáló igazgatója, az Univerzumtól a Kárpát-medencéig címmel nagy sikerű előadást tartott a Tarjáni Győri Sándor általános iskolában. A világegyetem fejlődését, a tudományok és az élet kialakulását mutatta be egy szemléletes időgrafikonon. Sok színes diaképpel, videófelvétellel, verssel és humorral tüzelezve. A szünetben bolhapiaci jelleggel vásárt rendezett könyvekből és csillagtérképekből. Szeretnénk hagyományt teremteni az iskolánkban a szakkörök és az oktatás színvonalának emelésére két havonta egy-egy híres előadó meghívásával. Most pedig a teljesség igénye nélkül szeretnénk bemutatni néhány részletet az előadásból. Maga az ember és a kozmosz, hiszen a kettőt kimondom, ugyanazt mondom, bármilyen hihetetlennek is tűnik az első hallása, pláne egy kisebbek számára. Én most tulajdonképpen arra játszanék rá, megfigyeltem, hogy jövőjét megvédszámolok a hatodikosok, elnézést kérek a nyolcadikosoktól, hogy csupa olyat fogok mondani, amit ők ismernek. Ha véletlenül mégis mondok nekik újat, akkor ők azért finoman jelentkeztek nekik egy újjal, hogy ez új volt, és akkor jól raktározz el, mert megtörténhet az a másik csoda is, hogy ugyanezt érettségén vissza fogom kérdezni. Volt már rá például, hogy gyerek eljárt ilyen tanfolyamra, meg ilyen előadást, és akkor érettségén hirtelen hallott egy furcsa kérdést, ilyen váratlan elnöki közbeszúrásként, hogy Nakiskomán ennek ellenére, hogyha most érettségével, emlékszel-e arra, amit matekból 7. Tarjánba tanultál Suliba? Ezt azért megdöbbentőm, azért mondom ezzel a furcsa képpel, és direkt kérem az 5.-6.-asokat, hogy azért figyeljenek oda, mert megtörtént, hogy ezt csak 6 év múlva kérdezik meg kérem. Azért tehát, hogy csak 16 év múlva, 26 év múlva, mondjuk a te saját gyereket hazajön a Suliból, mondjuk akkor ő lesz éppen 5-et, és akkor figyelnek, hogy milyen furcsa, rossz szaga lesz annak, amikor a gyerek kérdez valamit, és te nem tudtál válaszolni, és akkor szó szerint megtörténik az is, hogy bizony a szülő nem tud válaszolni a gyerekének. Van ilyen időket élünk, ilyen idők jönnek. Tehát nagyon, nagyon át vagyunk, ez a nagyszerű épület. Annak a bácsinak köszönheti részét, akit most vetítenék, igen, Konkoly Tege Miklós, róla jutottak az előadását, utána kiment a Dunaparkra, beült a gőzhajójába, mert gőzhajókapitány volt, hazavezette Komáromba, ott átszállt a gőzmozdonyába, azt is ő maga vezette, kiment a birtokára, a gőzgépek működtettek már mindent, bement a csillagvizsgálójába, és kérem világszenzációs felfedezéseket tett volna, mert tudni, hogy jó fej volt, mert 916-ban ugyan meghalt, de azt mondta, hogy ha valami baj lenne itt az oszkoskodásnál, mint egy sejtette, hogy Trianon bekövetkezik, azt mondta, hogy akkor csinálják úgy, hogy a mindenkori magyar állam legyen a tulajdonosa a műszereknek. Tehát ilyen szimata volt 16-ban. 18-ból elbuktuk a meccset, mint tudjátok, úgy, hogy ez kitört a trianoni dolog, de szerencsére ezt az ügyet betartották. Így kerültek a csillagvizsgálónkba is azok az én műszerek, amiket még konkrétan meg a rendszer szárszüle, aminek a vízővetőjénkor most jött el. Ezek azért mondja, hogy a világon csillagvizsgáló, hát ezt az ügyre vagyok rá, hogy az első magyar kutató társkével dolgozhatom, ha feljöttök, mondták kirándulást, hogy gyakran vezetnek oda a kollégát, mindjárt ilyenkor szaladt a kertházat oldat, meg ezt. Azt akarsz összek mondani, hogy ért, nem akár mennyi időben kettőt, de pedig egyébként 4, tehát 8 oldalt mérőni területe, ennyi csillag van az égen, tehát úgy kell mérni, figyeljenek, hogy kicsúrok veletek érettségig. Csak azt kérdezenek, hogy emlékszel, mikor 7-es voltál? Pont azt tanultad, hogy kell a gönt, a nyolcadik, amit tudod?
a gömbfelszínét, utána itt a négyet. Addig nem tetszenek innen fölállni, érted? Amit ide hajlott egy gömb, oda jön, hogy ez a hét gömb, azt az előbb mutattam, innen a földön nézze, ott a hét, tessék megmondani, hogy mekkora a felszíne a géget. Pont azon a képesek készítem, mint amit te hetedikre tanultál. Hát mit tud a szégyen az, hogy te hetedikre tanulod az érettségére, vagy nyolcadikra, és érettségére elfelejtett. És akkor nem kell megsértődni, hogy akkor busz meg érettségi, mert hetedikre elfelejtett a tanítani érettségi szakni. Miről van? 41.253 ilyen. Egy négyzetcenti, tehát ennyi négyzetcenti, négyzet fok. 41.253 kis négyzettel le lehet takarni az egyet. Ha végig gyönyörű, most mondok egy jó állítaladatot neked, már is készüljetek rá, addig tessék gyakorolni, 9 éve van rá, kapaszkodj. 1999, haladják, most bátálom a nemzik létáját, 1999. augusztus 11-én, pontosan délbe, ha meg tudsz csinálni egy ilyen kis papírkorongot, akkor már tudok. Na mondja. Máshol lesz az át. Hogy érte? Honnan tudod? Egy könyvemről a minden nap egy kérdés. Szia! 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 Tehát először kiderül, hogy egy két centi átmérőjű papírkorong maradt, nagyon mondjuk ilyet, hogy ezt nem érjük, hogy ezt nem érjük, azzal a két centi koronggal lehet is tudni takarni a magocskát. Igen ám, de ezeket a születeként van, hogy minden egyedigén, ez a két centi korong, amit így mondták, így beraktam, innen nézel, itt a temetszél, arra nézel, itt a hold, itt a papírkorong, itt a hold, és itt a nap. Gyakorlatilag mind a háromnak az átmérője pontosan ennyi. 1-2 fok. Tehát fél fok átmérőjű, vagyis a fél centi átmérőjű papírkorong, akkor mind a kettőt tudom takarni. De miután a hold a közelünkre van, a nap meg 400-tól távolabb, ez egy 400-tól fasztot, kiderül, hogy egymást is le tudják takarni. Erre olyan régen rájött az ember, hogy ezt az adatot, amit ide írtam, egyiptomi csillagász papoknak köszönhetjük, hogy ők meggyógyulták, hogy Magyarországon ekkor teljes napfogyatkozás lesz. Gyönyörű talán. Kapni nekem onnan az országát tetejéről. Ádám mondta, hogy rendben van, csak kapok magam egy új ügyet a levelet is már minden. Ebből is látszik, hogy a lányok mindig ilyen apróságot kérnek a férfiaktól, hogy holdat, csillagot, napot lopjanak. Előtt felszövelet szintén szóltak, lemondom a tavaly. Korsika ikves, tavasz ilyenek. Rázolottán szűz, nyár. Méles korsika, mi az ő? És kezdődik az egész előbb. Mikor? Amikor azt hiszem, hogy a föld a szövete a dolgok. Körben még a napnak a hold, és ezen csillagok ezért váltak, minden korban a legfontosabbá. Majd ugyan ezen csillagképekben jelennek még manapság az ütötötök, a meteorok, a kisbolygók, az összes bolygó itt teszi a játékát, és ha valamikor meg akarok találni, akkor legalább ezt a 12-t illik fölismerni a véget, igazából kíváncsi is lennék, hogy hányat ismernek a csillagát szakkörön kívül tagok. Mondjuk télen az, mit tudom én, hol van? A Vénusz, a főisten pályára, a Jupiteri, és ugye a Szaturnusz pályára, és utána pedig nincs több. Utána nem tudjuk, hogy mi van, ott van a csillagok gyöngye, köszönöm. Tehát múlt az idő, ugye mindegyikről valamit kellett mondani. Azt is észrevette az ember, hogy a hold, hogy megy a végén, furcsa alakokat mutat a holdindjárat, ahol a holdfordítva, mindez olyan fontos, hogy ítélt, hogy belekarcolta egy csontakocskába, amit ebben a kéken látszott. Mostanában a számítógéppel ellenezték, hogy ma se tudnám jobb holdnaptárt csinálni, mint a kipa erre a jelre. Nőstény, hallottam, köszönöm. Hát finomabban is lehetett mondani, ez a női szimbólum, a női szépségnek a jele. Hát ez a nőtényhez nagyon idevaló, hogy jó van. Tehát majd el fogom mondani a testjéhez, hogy így rögtön nőtény. Ezt látjuk, hogy tanulnak.
A Földnek a jele ősidők óta egy karika, benne egy kereszt. Ez mind biológiában is tanultad, és az egyik ő az elemek között, ami ilyen jelző, hogy ma is csapolnak be a Föld testébe olyan hatalmas testek, mint például Kisbolygó Maradvány, az Istökös Park. Nekünk egyébben utolsó előtti dobás arra, hogy hátrékhajéget mind fölforzom azzal is, hogy nem csak azt hiszem az ember, hogy körbevesznek az állatközi jegyekben minket, ez még rendben volna, de mikor ezek a jegyek megjelennek a testvéreinkben, mondjuk lépjek oda, ott a tüdőben egy rák. Húha, hát ez véletlenül betegség formája az. Hát ugye, szegények így, tűzszámszerűen, mérlek a hasitájéknak az időben. Még hát a betevezetés, a betevezetések, a beti, tehát a páros számú alkatrészeink itt a gyomor üreg. Hát van valaki, aki a Skorpió jegyére született? Akkor már te arra vigyázz meg, hogy nájtek. Itt ő már középre helyezte a napot. Tudom, hogy az előbb a tábára fölhagyott, úgyhogy nagyon fontos dolog, tehát ezért rögzítjük magunkat. Nap van a világ mindenség közepén, következő pályán ott a Merkur, följebb a Vénusz, utána a Föld, ugye föl, úgy, a Föld körül ott a Holdacska is egyszerre, ott következő pályán ott a Mars, következőn ott a Jupiter, nézd a Viki oda? Nagyon fontos érettségünk kérdezem, Mika, nézd oda. Jupiter, oda így a 12 éves periódussal megy körül a pályánál. Házis szalagat mára, de előtt időre felintéztem. Este 10 óra körül kimégy, fölnézik közben a fejed fölé, egy nagyon fényes viradot most látni, az a Jupiter. Próbáld lejajzolni, de szaladtad a szobába, sima papírra, hogy milyen csillagok környezetében van, és közben hol állnak. Keresed ugyanezt a helyzetet, 12 év múlva fogod megtalálni. Tehát igenis vannak ilyen feladatok, amik hosszú életre szólnak. Még följebb megyünk oda így a Szaturnusz, annó 30 éves periódusa, ott van. Római 30-as, mint az meg. Tehát a Kopernikus semmi más nem írt oda, csak az Európába, mert össze azt írják, hogy a tud differenciálni. Egyéb kárhelyeztőhezünk, újabb olyan. Már csak faktosan nem, ugye már nem kötelezik. Igazából mi a fenét tanultok akkor? Minek jártok súlyba? Minek rosszotok el 8 évet egymás életéből? Te a tanáriból, a tanár a fiedből, te meg a tanáriból. A Szátek tévéadónak Taljáról készült műsorát láthatja. Und jetzt schauen wir uns das Sat1-Programm an, wo sich das Arena aufnehmen haben. Weitere Nachrichten aus dem Ausland und das Dorf Tarjan bei Budapest. Die meisten Einwohner hier sind Ungarndeutsche. Jetzt erhielt der Ort dank Bonner Hilfe eine moderne Satellitenempfangsanlage. Bundesaußenminister Genscher hatte die Idee dazu. Über den Kulturfonds des Auswärtigen Amtes wurden auch Bücher und Lehrmaterial beschafft, um den Einheimischen die Pflege der Muttersprache zu erleichtern. Tarjan bekam auch einen Gastlehrer vermittelt, den das Land Baden-Württemberg bezahlt. Es ist eine sehr interessante Aufgabe und man kann hier Dinge machen, die man in Deutschland schon denkt, dass es schon ein alter Zopf ist und die Kinder springen hier sehr drauf an. Es ist eine Binsenweisheit. Wer sich daheim wohlfühlt, strebt nicht in die Fremde. Darum tragen auch die Sprachprogramme ihr Schärflein dazu bei, die Ungarndeutschen in ihrer angestammten Heimat zu halten. Das 3000 Einwohner Dorf Tarjan bei Budapest gehört dazu. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es über eine halbe Million Deutsche in Ungarn. Mehr als die Hälfte davon wurde nach 1945 aus dem Lande gejagt. In Tarjan allerdings gab es keine Zwangsaussiedlung. Hier durften die Schwaben bleiben. Doch sie verloren Haus und Hof. Dann ist alle ausgeschmissen worden, sind 3 Uhr und sind rausgeschmissen. Jetzt haben sie uns da weggenommen. Oder sie haben uns alles weggenommen. Mit 2 Alten, mit 2 Kindern bin ich hier geblieben. Nach dem Krieg schon, hat man nicht dürfen teilzunehmen. Hat man nicht dürfen. Die Schulkinder auch nicht in der Schule. Und zu Hause hat man auch müssen, mit den Kindern nicht teilzunehmen. Aber zu Hause haben sie das nicht können verbieten, nicht? Das ist Klaus Schumann. Er stammt aus Baden-Württemberg. Als Gastlehrer bringt er nunmehr den Tarjaner Sprösslingen den Umgang mit der deutschen Hochsprache bei. Und das, wie man sieht, auf recht fröhliche Weise. Deutsch, die Muttersprache ihrer Eltern, ist für die meisten dieser Kinder bereits zur regelrechten Fremdsprache geworden. In der Vergangenheit, als alles Deutsche aus politischen Gründen verpönt war, wurden im Lande viel zu wenig deutschsprachige Kindergärtnerinnen und Lehrer ausgebildet.
Dieser Mangel, der zum Verkümmern der Muttersprache beitrug, sollen nun die Pädagogenimporte aus Deutschland abhelfen. Die Kinder sprechen kaum Deutsch, sie sprechen kaum Ungarisch. Wie verstehen Sie sich? Wie kommen Sie klar mit denen? Ich komme mit denen relativ gut klar, weil wir sehr viel im Unterricht mit Handlungen etwas tun. Oder wir, wie jetzt, wir Schauspielern oder wir machen etwas vor. Wir haben auch das, so ein Stück, das Stück auch nachmittags geübt und sie kommen dann freiwillig her und üben sehr gerne. Und das ist in Deutschland viel, viel schwerer, ja, die Schüler dann immer zu bekommen als hier. Die kommen sehr gern. Doch Bonn schickt nicht nur Lehrer und Kindergartenpersonal. Um den Ungarndeutschen bei der Bewahrung der Muttersprache zu helfen, sorgt das Auswärtige Amt auch für Schulbücher, Lehrmittel und Bibliotheksausstattungen. Bei seinem letzten Budapest-Besuch versprach Bundesaußenminister Genscher den Ungarndeutschen auch mehrere Dutzend Satellitenempfangsanlagen. Jetzt wurde die erste davon geliefert, nach Tallinn. 750 Haushalte wurden angeschlossen und nun gibt es dort, neben knapp einem Dutzend anderer Kanäle, auch Sat.1 Freihaus. Der Bürgermeister, von Beruf Fernsehmechaniker, hatte sein Dorf bei der deutschen Botschaft geschickt ins Spiel gebracht. Aha. Herr Philipp, wie kommt es eigentlich, dass die Ungarndeutschen im Lande bleiben, in Ungarn bleiben? Die Deutschen aus der Sowjetunion, die Deutschen aus Rumänien kommen in Scharen nach Deutschland, wollen dort leben, nicht mehr in ihrer Heimat. Die Ungarndeutschen aber bleiben in Ungarn. Ja, ich meine, also das ist meine Meinung, ne? Also nach der politischen Wende, was hier jetzt in den letzten Jahren entschieden ist, dass die Leute, die müssen einfach nicht mehr ihre Heimat verlassen, sondern, also sie sind hier frei. Glauben Sie, dass die Schwarm auch deshalb gern hier bleiben, weil sie jetzt wieder unbelastet ihre Sprache sprechen dürfen? Ja, früher haben sich die Leute geschämt, also sagen wir, wenn sie im Bus oder irgendwo gefahren sind, ne, und wenn die Leute miteinander Schwäbisch gesprochen haben. Aber heutzutage sind die Ungarn auch schon stolz, dass sie Deutsch sprechen. Welche Hilfe bekommen Sie dann aus Deutschland? Wir sind Partnerstadt mit Stauffenberg bei Hessen. Und jetzt war die Rückverschwisterung. Und das war ein fantastisches Programm hier. Also ich kann Ihnen sagen, es ist schade, dass Sie nicht hier waren, weil das wurde wirklich ein Programm gewesen für Sat.1, was wir sehr, sehr lieben hier im Dorf. Dann gab es aber doch noch eine kleine musikalische Gala für Sat.1. Tajaner Jugendliche zeigten, wie gut sie mit Tuba und Trompete umgehen können. Obwohl sie sich daheim nicht anders als Gleichaltrige in Deutschland die Ohren eher mit Beat- und Rockpol tönen, schlüpfen sie zweimal pro Woche in die alten Trachten ihrer Eltern, um das zu üben, was auch zu ihrem Leben gehört. Das kulturelle Erbe der Alten. Kedves nézőim, most egy kis sport összefoglaló következik. Und jetzt kommt, das wird mehr als mehr die Jugend interessiert. So sind Sport haben wir schon ein bisschen zu alt. Mami. Was? Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntjük Önöket a taljáni kézilabda pályáról. A mai nap különösen nagy ünnep játékosaink és a taljáni kézilabda rajongók számára, mert a hátralévő mérkőzésektől függetlenül csapatunk már megnyerte a Komárom-Fejér megyei kézilabda bajnokságot, és ezzel jogot nyert arra, hogy a továbbiakban az MB2-ben indulhasson. Megjegyzendő, nem sok falusi csapat szerepel az MB2-ben, így ez igen nagy eredménynek számít, közönségünk pedig egyre magasabb szintű játékot láthat majd a pályánkon. Kedves nézőink, engedjék meg ebben az ünnepi hangulatban, hogy néhány szóban emlékezzünk a kézilabda játék múltjára Tarjánban. Ezt a játékot 1954-től Bogár Bulcsú testnevelő tanár honosította meg falunkban. Ebben az időben épült első kézilabdapályán, a Petőfi pálya, a katolikus templom mögött a mai Stauffenberg park helyén.
Kezdetben csak iskolai kézilabda csapat volt, majd 1957-től már férfi felnőtt csapat is, mely 1959-ben az országos falusi Partakiádon második helyezést ért el. Ebben a csapatban játszott többek között Weiler János, Szegedi János, Nagy Mátyás, Húj Mihály, Huber Ferenc és a tatabányai Skrinyár Otto, akik még több hasonló sikert mondhattak maguknak, öregbítve ezzel Tarján hírnevét is. Ezek után a szakosztály vezetői posztot Weiler János vette át, akivel szintén szép sikereket ért el az akkori csapat. A későbbiekben a községnek kisebb-nagyobb szünetekkel mindig volt férfi vagy női csapata. A máig tartó felfelé ívelés 1978-ban kezdődött, mikor is Horváth Imre sportköri elnök és Szegedi János szakosztályvezető új csapatot szervezett, mely az eltelt 13 év alatt többször volt bronz és ezüstérmes. 1989-ben pedig megyei bajnokságot nyerte. Ismerkedjünk meg most a csapat tagjaival. Beyer Ferenc és Marc János kapusok, a villám szélsők Weiler János és Kóza János, a többszörös korkirály Horváth Árpád és testvére dr. Horváth Imre, az örök ifjú Treszli Ferenc, aki a csapat kapitánya, továbbá Treszli Alfred, majd a balkezes Tavarnai Rál, az átlövők Szalcinger János és Ejti József, az irányító Dibus László, a beálló Huber Antal és Petke Ferenc, és nem utolsó sorban Klaus Schumann, a Bundesliga volt játékosa, az általános iskola német tanára, a közönség kedvence. A 13 éves sikersorozatban meg kell említeni néhány játékos, akik ma már nem játszanak a csapatban, így Húj Ferenc, Göszl András, Vadász József, Rézing István, Seiler János, Salzinger József, Szabó János és Krejc László. A szakosztály eddig több helyről kapott anyagi támogatást, de az MB2-es szereplés az eddigieknél nagyobb anyagi megterhelést jelent a csapat számára. Így a Falu TV-n keresztül tolmácsoljuk kérésüket a helyi önkormányzat felé, tegyék lehetővé anyagilag is a taljáni csapat magasabb osztályban való szereplését, hogy hétről hétre kellemes szórakozást nyújthasson a sportszerető lakosság számára. Néhány játékosnak ez az utolsó lehetősége, hogy pályafutásának csúcsán búcsúzzon sporttársaitól és a közönségtől. Csapatunk túljutott nem csak a megye, hanem országhatáron is. Így játszottak Klagenfurtban, Stauffenbergben, Gerlingenben és Linzben. És így elvitték Tarján hírét messze a világba. Na de térjünk még vissza egy pillanatra Tarjánba a most játszódó mérkőzésre, melyen a következő összeállításban játszik csapatunk. Beyer Ferenc, Huber Antal, Klaus Schumann, dr. Horváth Imre, Treszli Ferenc, Dibus László, Tavarnai Ráz, Horváth Árpád és Weiler János. Az ellenfél a Dunaújvárosi Haladás. Thank you.
Non è questo il giorno. Hey,
Mérkőzés végén a következő összefoglalót kaptuk Szegedi János szakvezetőtől. Tarján, Dunaújvárosi haladás, 49-19. Döntő fölénnyel nyert csapatunk. Góllövők, Horváth Árpád 17, Tavarnai Rá 7, Klaus Schumann, Weiler János és Dr. Horváth Árpád 6, Huber Antal 5, Stresszl Ferenc 2. A dunaújvárosiak teljesen alárendelt szerepet játszottak a tarjáni csapattal szemben, nem voltak egy csúcsoportban velünk. Csapatunk tetszés szerint érte el góljait, Horváth Árpád vezetésével, mondott a Szegedi János. Mi pedig a Falu Televízió nevében is további sikeres játékot kívánunk kézilabda csapatunknak. Hajrá, Tarján! Kedves nézőink! Befejezésül tekintjük meg a közöltök versenyt. Lili Lajer, das komoly citare na fejvege, hiben a spritzen. Tatabányai Városi Tudósok Parancsnokság nevében nagy tisztelettel köszöntöm kedves meghívott vendégeinket, az önkéntes tudósok egyesületek, a vállalati tudósokságok megjelent tagjait. Kedves vendégeiknek külön is megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és megtisztelték részvételükkel mai versenyt.
Kedves nézőink, köszöntjük Önöket a Tatabányán május 11-én megrendezett első fokozatú tűzoltó versenyről. A viatalon községünket három csapat képviselte. A gyermekcsapat tagjai Léber György, Fülöp Tamás, Leininger Zsolt, Trek Márton, Kun Szilárd, Majer József, Rajna Imre és Keller József. A csapat összetettben, ami áll szereléstől és stafétafutásból. Harmadik helyezést ért el, szerelésben a gyermek csapatok között 58 másodperce a legjobb teljesítmény nyújtották. A fiú ifjúsági csapat okozta a kellemes meglepetést, mivel első helyezést ért el. Tagjai voltak Nider Müller Gyula, Somogyi Csaba, Stein Tamás, Stein Zsolt, Törös Csaba, Grös János és Opáka Antal. Kis motorszerelésben 45 másodperccel az összes 69 csapat közül a legjobb eredményt érték el. Férfi csapatunk szabálytalan szerelés miatt kiesett a versenyből. Tagjai voltak Bakos Attila, Iványi József, Utó György, Tilcinger Nándor, Fejer Pál és Grös József. A csapatokat a versenyen Trek József tűzoltóparancsnok és Keller József készítette fel. Szeretném, ha a falunk tűzvédelméről még néhány fontos tudnivalót megismernének. Községünkben a tűzoltása tűzcsapokról történik, amelyek egymástól 400 méterre találhatók. A tűzoltó gépkocsin ezért a szükséges felszereléseken kívül még 400 méter hosszú tömlő van biztosítva. A tűzoltószertár a községháza udvarán található. Tűz esetén kulcsok a következő személyeknél találhatók. Trek József, parancsnok, Kenderes utca, Keller József, Jókai utca, Utto György, Vadász utca. És napközben a községházánál. Ezt azért fontos tudni, mert egy sikeres riasztás esetén a városi tűzoltóságnál előbb kiérhetünk a helyszínre, és így fontos értéket menthetünk meg. Szeretném Önökkel közölni, hogy a közeljövőben az Önkéntes Tűzoltó Egyesület új szervezeti formát alakít ki. Aki kedvet érez a tűzoltó munka iránt, szívesen várjuk tagjaink közé. Nézőink, hirdetmény következik. Talján Község Képviselőtestülete 1991. május 26-án 10 órakor nyilvános árverést tart. Árverésre kerülne a Rákóczi út 23-as szám alatti ház bontásából származó építési anyagok. Minden érdeklődőt sok szeretettel várni. Jóban óvrészt, fiány Lidi Lajat. Az védelményedni kumok am 26. Mai vormittag 10 Uhr wird auf der Rakotistrosen Nummer 23 von dem Dampmannischen Haus verschiedene Baumaterialien selektiert. Jemand, der völlig kaufen will, kann sie am 26. Mai am Ort melden. Kedves nézőink, felhívjuk figyelmüket, hogy a falutéri műsorát a továbbiakban 19 órától láthatják. Adásunk ezzel véget ért, munkatársak voltak Erősné Szalasinger Ildikó, Mikonya József, Berendi Mihály, Martin András és Körösli András. Jó éjszakát kívánok mindenkinek! Liebe Leute, ich danke darauf aufmerksam machen, dass unser nächstes Programm 8 Uhr später, 7 Uhr ausgestrahlt wird. Damit hat sich unser heutiges Programm beendet. Mit unseren Worten Frau Erös, Solzing Ildikó, Berendi Misi, Kreisel Andres, Merz Andres und meine Bescheidenheit. Ich wünsche euch eine gute Nacht, los sein wahrscheinlich Drama.